Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Lehel Kata vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. 9. alkalommal rendezték meg a magasiskolát. Megtartotta szokásos nyelvi táborát a Nyitott Világ Alapítvány. Idén is szervezett nyári tábor gyerekeknek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Pitti Katalin énekelt Pakson. A Mésző Miklós Akadémia írói alkotótáborán és mesterkurzusán vehettek részt azok, akik szerettek volna elmélyülni az írás tudományában. A közel egyhetes rendezvényen szerzők, alkotók, egyetemi docensek előadásaiból is tanulhattak a résztvevők a Vármegyeháza Pollak kávézójában. Hogy van egy novella, és a végén valami kis esemény teljesen átforgatja az addig történteknek az értelmezését, és ez nagyon érdekes perspektívákat tud adni. Mészői Miklós munkássága ihlette meg a Szekszárdi Magasiskolát, ahol minden évben írói alkotótáborban vehetnek részt az érdeklődők. A Szekszárdi Magasiskola, Mészői Miklós Írói Akadémia, illetve egy íróiskola most már 9. alkalommal került megrendezésre, hiszen most folyamatban van. Itt Szekszárdon a helyi erők, a PAD Irodalmi Egyesület, Tolna megyei I.S. Gyula megyei könyvtár, illetve Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében. Az, hogy most már 9. alkalommal tartjuk meg ezt az iskolát, Covid-ban egy év alatt került kihagyás, tehát most már közel egy évtizedes múltra tekint vissza, azért valahol mutatja, hogy ez az elképzelés, amit valamikor 2013-ban elképzeltünk, hogy ez egy működőképes dolog, van helye itt a nap alatt, tehát nagyon sok, mondjuk így íróiskola működik Magyarországon, de ez azért egy kicsit más, hiszen ebbe próbáljuk belevinni Szekszárdot, a szekszárdiságot, Mészői Miklósnak a hagyatékát, hagyományait, pont egy Mészőjel foglalkozó irodalomtörténeti előadás is folyik. Arra is minden évben törekszünk, hogy a reggel, illetve kora délután folyó szemináriumokon, amit általában Mészői Miklós díjas írók tartanak, az érdeklődők számára általában 12-15 fő között szokott mozogni a jelentkezőknek a létszáma. Ezt követően délután 2-3 minden nap előadást tartunk teljes nyilvánossággal. Itt a Vármegyeházának a Pollak Mihály kávéházában. Itt, ahogy említettem, Mészőről szóló előadásokat hallhatnak, de ezen kívül láthatták a 2022. évi Mészői Díjas Bartók Imréről szóló portréfilmet. A mesterkurzusra a szervezők előszeretettel hívnak előadást tartani olyan egykori diákokat, akik hajdanán ugyanezeket az iskolapadokat koptatták. Így a fejlődni vágyók testközelből is megtapasztalhatják az alkotótábor nyújtotta sikereket. Ültem a közönség soraiban, és hallottam az írókat, ahogy beszélnek, és most eltelt, mondtam, 5 év, és most itt vagyok, és meghívtatok, és ez tök jó. Igen, hát szerintem, mint sokan mások, én is versírással kezdtem a pályámat, amit sokáig nem vallottam be egyébként, mert úgy éreztem, hogy nekem kell egy ilyen image, hogy én igazi novellista vagyok, és csak novellákat írtam. Olyan szerzőket hívtunk meg, író, tehát ilyen beszélgetésre, akik korábban megfordultak itt az iskolába, Harag Anitát vagy Halász Ritát. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, tehát a nagy közönség számára is érdekes program jött így létre. Ez az íróiskola csak nagyon kis részben tud esetlegesen a nyilvános rendezvényeink keresztül némi segítséget nyújtani. Ebbe az iskoláknak, illetve a Mészőjel foglalkozó tudományos intézményeknek van hatalmas szerepük, illetve magának a Mészői Miklós Egyesületnek, hiszen van egy ilyen az ő nevét viselő budapesti központú egyesület, akinek a támogatását is bírjuk, sőt, hát ketten a megyei könyvtár igazgatójával az elnökségben is tagjai vagyunk, és hát próbáljuk ezáltal is erősíteni ezt a helyi vonulatát. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Mészői Miklós 2001-ben halt meg, tavaly volt a 100. centenármi emlékéve, tehát a születésnek a 100. évfordulója, amit méltó módon ünnepeltünk meg Szekszárdon, de mondhatjuk azt is, hogy országosan egy olyan kis novellás gyűjteményt adtak ki 10 000 példányba, például a Jelenkor kiadó, aki kezeli az ő írói dolgait, amelyet az
az akkor érettségizők, illetve a diákok diákigazolvány ellenében megkaphattak. Mészöly Miklós kultusza teljesen átszövi Szekszárdot. Méltán lehetünk büszkék alkotásaira. A mészői szövegek azt gondoljuk, hogy mai napig is erősek és élnek, és a mi felelősségünk az, hogy megpróbáljuk minél valóban minél szélesebb rétegeknek, köztük a fiatalok számára is eljuttatni. A szekszárdi magasiskolában rengeteg dolgot tanulhatnak a résztvevők, így a legtöbben minden évben visszatérnek az egyhetes programra. 22 éve tart minden nyáron angol és német nyelvi tábort a Nyitott Világalapítvány. Az egyhetes együttlét fő profilja, hogy anyanyelvi tanárok napi 6 órán át oktatják a diákokat. Idén volt olyan gyerek, aki 4. alkalommal vett részt a táborban, és akadt olyan is, akinek még a szülei is megfordultak itt. Anyanyelvi tanároktól tanulhatnak azok, akik jelentkeztek a Nyitott Világ Alapítvány immáron 22. alkalommal megszervezett nyelvi táborába. Az elmúlt 22 évben egyetlen egy nyár se volt, ahol ne lett volna nyelvtáborunk, úgyhogy 22. alkalommal vagyunk itt. Ha a számokat akarjuk mondani, akkor itt 4. éve Vajtán, az Icsi kastélyban, előtte 18 évig Domboriban voltunk. Elsősorban középiskolásokra figyelünk, de azt látjuk, hogy évek óta sok az olyan általános iskolás, aki a felső tagozatban, 7-ben, 8-ban tanul, és nagyon-nagyon nagy öröm nekünk, hogy ők is képesek tanulni ilyen intenzíven, mert hát igazából ez arról szól, hogy reggeltől estig tanulnak. Most kevesebben vagyunk azért, mert rengetegen vannak egyéb vendégek a kastélyban, és hát ez egy konferencia központ, nyilván nem mi vagyunk itt a fő profil, béreljük a helyet, és ezért egy picit kevesebb helyet kaptunk, az idénre 75-en vagyunk a táborban. Volt már, hogy többen voltunk 80 fölött, de most nekünk meghúzták a létszámot, és azt tapasztaltam, hogy márciusban kezdtünk jelentkeztetni, és május elejére már teljesen készen voltunk a létszámot, tehát a többieket vissza kellett mondani. Azonban nem csak Tolna megyeiek vesznek részt a táborban. Elsősorban Tolna megyeiek vannak, nyilván Szekszárdról a legtöbben, ez így szokott működni, de más Tolna megyei városból is, de más városból is van, budapesti, Balaton mellől, Kecskemétről, Szegedről, innen-onnan jönnek diákok. Aki egyszer volt, akkor már szívesen jön. Sóner Mátyás Budapestről érkezett. Elmondta, megterhelő napjaik voltak, de úgy érzi, megérte jelentkezni. Felkelünk olyan 8 és 7.50 között, felmegyünk reggelizni, utána 9-ig még pihenünk egy kicsit az ágyban, és utána beülünk az első órára, valamikor jobban telik, valamikor kicsit fáradtabb vagyok, és akkor utána jön egy fél órás szünet, utána beülünk a következő órára, az általában már jobb szokott lenni, utána jön egy ebéd, egy órás szünet, és akkor megyünk a következő órára, onnan jön majd egy hosszabb szünet, akkor megyünk majd medencézni, meg itt ki a kertbe, és akkor az utolsó óra, és utána pedig már megyünk fel biliárdozni, vagy pingpongozni. 4. alkalommal vagyok a táborban, 7. osztályból 8-ban mentem, amikor először jöttem ide, akkor még német nyelven voltam, most már 3. éve az angol csoportot erősítem. Nagyon szeretem mind a tanítási módszereket, mind a társaságot, mind a helyet, úgyhogy ezeknek így az összessége az, ami miatt így 4. alkalommal is visszajöttem ide. Nyilván fontos az, hogy itt a tanárok nagy része anyanyelvű, ezáltal a magyar az teljesen ki van zárva, úgyhogy mindenképpen a nyelvtudására van hagyatva az ember. Így más az egésznek az összhangja, de én azt gondolom, hogy így legalábbis számomra hatékonyabban lehet a nyelvet elsajátítani, mert tehát mégiscsak másfél órán keresztül, 4-szer egy nap folyamán angolul végig, és azért ez máshogy ivódik be az ember agyába. Nándor azt is elmondta, sok tanulás mellett jut idejük egy kicsit szórakozni is. Szerencsére elég meleg van, meg medence is van, úgyhogy igyekszünk azért a szabadidőben kint lenni, de azért 4. óra után el tud annyira fáradni az ember, hogy csak elfekszik valahol és élvezi, hogy vége van, de akkor is a helynek az adottságai miatt nagyon jól el tudja tölteni az ember az időt. A tábor egyik fő specialitása, hogy szinte csak anyanyelvi tanárok oktatják a gyerekeket. Én ezt látom a legnagyobb dolognak. Ez az, amivel többet tudunk adni egy normál oktatásnál. Angol és német anyanyelvű tanárok dolgoznak itt, nagyon sokan visszatérők, mert ők is nagyon szeretik a diákjainkat, élvezik a munkát, várják már a nyarat, örömmel jönnek. Tehát akkor az szókincsfejlesztés általuk.
a szép kiejtés gyakorlása, egy másik ország kultúrájának a közvetítése, azt gondolom ez lehetne így. És ami a célja még a tábornak, mert ez igazából egy ilyen eszköz volt, hogy mit kínálunk, milyen módon, a célja pedig az tehát, hogy megtanuljanak beszélni. Nagyon sokan középfokú nyelvvizsgára készülnek, felsőfokra. Nagyon sokan vannak, jaj, hát ez nekem a szívem csücske, hogy olyanok is vannak például az idén, most találkoztam vele a jelentkezéskor, akik már leérettségiztek most, júniusban. Megcsináltak egy nagyon magas százalékú emelt szintű nyelvvizsgát és érettségit. Van egy-két nyelvvizsgájuk, és eljöttek ide, mert azt mondják, hogy gyakorolják a nyelvet. Na, ilyenkor azt gondolom, hogy ezért éri meg, hogy 25 éve ezt csináljuk, mert a gyerekekben kialakult egy igényszint, hogy ők tudják azt, hogy nekik ezt gyakorolni kell, beszélni kell, és hogy mindig kapnak hozzá valamit. De a kicsiknek is nagyon örülünk. Sokkal bátrabbak, van, aki már az első-második nap után, mindenki más, van olyan, aki egy picit később oldódik fel, de egyértelműen mernek beszélni, mernek kérdezni. Cél is az, hogy a gátlásokat egy picit megpróbáljuk levettetni velük, tehát hogy ez ne legyen gond. Én úgy tapasztalom, igen, örömmel tanulnak. És hát mindenek fölött, mindenek mögött én azt gondolom az áll, hogy a tanáraikkal egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani. És igazából tehát ez az a kapcsolat, ami lehetővé teszi azt, hogy megnyíljanak, hogy örömmel és szeretettel fogadják, amit kapnak. Tusz Jennifer 1998-ban jött Magyarországra. Szegeden egy két tannyelvű iskolában tanít biológiát angolul. Kanadai vagyok, régóta Szegeden lakok, és akkor Szegedről jöttem ide. Én azért visszatérő tanár vagyok, mert nagyon szeretek itt lenni. Nagyon elszánt gyerekek vannak, tehát azért jönnek, hogy tanuljanak. Nagyon keményen dolgoznak, és nagyon sok mindent lehet elérni velük egy hét alatt, és akkor ez így nagyon jó érzés egy tanárnak. Motivált diákokkal dolgozni, ez tényleg egy motiváló tényező a pályán. Gizella Prokop harmadik alkalommal jött a nyári táborba tanítani. Nagyon-nagyon tetszik, mert úgy érzem, hogy a diákok nagyon motiváltak, tehát akik idejönnek, akarnak tanulni, és elég magas színvonalon tudunk tanítani. Nekem az is nagy élmény, hogy olyanokat tudok megtanítani Németországról, Ausztriáról vagy Svájcról, ami hasznos lehet a gyerekeknek. Azt is megtudhattuk, hogy vannak olyan gyerekek is a táborozók között, akik szüleiktől hallottak erről a lehetőségről. Eltelt az idő, sok-sok évtized, és egyszerűen fölhívtak, hogy a gyerekük jöhet-e tanfolyamra, vagy a nyelvtáborba. Igen, és vannak ilyenek, nem is kevés. Angolból is, németből is. Úgyhogy én nekem ez egy hatalmas öröm, tényleg nagyon jó. Nálunk az előretekintés mindig úgy megy, hogy mindig ugyanaz van. Nem is tudom, ez talán úgy hangzik, hogy unalmas, de nekünk ez az állandóság egy biztonságot ad. Tulajdonképpen hát az alapítvány 25 éve él és létezik, azóta is állandóság van, meg a 22 tábor alatt is. Tehát igen, a gyerekek már tervezik, hogy jövőre kikkel szeretnének egy szobába kerülni. Nagyon jó emberi kapcsolatok alakulnak itt ki. Tehát én például ezt is egy plusz hozadékának érzem, a tábor egy plusz hozadékának, hogy akarnak együtt lenni is. Tehát ezt a kapcsolati tőkét is a gyerekek kihasználják egymás között is, meg a tanáraikkal is. Tehát igen, szeretnénk jövőre is ugyanígy. Ugyanígy, mindent ugyanúgy, ahogy eddig. Idén is szervezett nyári tábort gyerekeknek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. A fiatalokra 5 napon keresztül vártak különböző érdekes programok. Jó hír, hogy aki lemaradt, az augusztusi etapra még jelentkezhet. A honvédség munkatársainak köszönhetően igazán izgalmas akadálypályán tesztelhették gyorsaságukat és ügyességüket a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ táborában részvevő gyerekek. El kell húzni ilyen valamit, és akkor meg dobni kell ilyen műbombákat, abba műgránátok, utána át kell menni azon az akadályon, és akkor meg fel kell menni a létrán, utána át kell menni azon a kerekeken, az autókerekeken,
utána meg mész, utána megint át kell menni egy akadályon, utána vannak az autókerekek, azok, ilyeneket vele kell gyorsan lépni, utána még egy akadálypálya, és vissza kell húzni a, nem tudom mit, valamilyen, nem tudom mi neve. Ilyen 10 kilós szánkószerűségek. Az 5 napon át tartó napközis tábor során nem csak hasznos programokon vehettek részt a gyerekek, de bizony barátságok is köttettek a rendezvények ideje alatt. Felmentünk a csatárterembe, ott ismerkedtünk, színeztünk, és hát ilyen közösen játszottunk. Aztán utána elmentünk a tűzoltóságra, ott körbenéztünk, és utána visszajöttünk. Megcsináltuk a csapatokat, a csapat nemünk a vakáció királyai. Én mondjuk budapestiek vagyunk mi ketten, és akkor sosem voltunk még itt Szekszárdon ilyen táborban, ami így felfedi a titkokat, meg az ilyen történelmi dolgokat, szóval ide jöttünk, hogy kicsikét tudjunk valamit is erről a helyről. Ma délelőtt, amikor volt egy kvíz, a barangoló kvíz, akkor a szobrokról volt szó, a második világháború, ilyen nevek voltak, hogy kik voltak ott és kik estek el, és azok érdekesek voltak. Szekszárdon már régi hagyomány, hogy a helyi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai táborokat szerveznek nyáron gyerekek számára. Általában inkább az alsó tagozatos általános iskolák gyermekek részére, és ennek kapcsán idén 2 táborunk is lesz. Az egyik most júliusban zajlik, ez egy barangoló nevet viselő tábor, ahol a gyerekek játékos vetélkedőkön, belső foglalkozásokon kívül nagyon sok szabadtéri érdekes programon is részt vehetnek. Kiváló partnereink ebbe a katonai szervezetek, vagy akár a tűzoltóság, vakok és gyengéllátók. A tábor szervezői gondoskodtak arról is, hogy a kicsik lehetőleg minél több helyszínen vegyenek részt változatos programokon. Legyen benne városismereti vetélkedő, legyen benne természeti szépségek iránti vágyfelkeltése a gyermekekben, lesz például a sötétvölgyi kirándulás, bogyiszlói tájház megtekintése, olyan kisebb-nagyobb környékbeli érdekességeket szeretnénk nekik megmutatni, amiből úgy gondolom, hogy a nyári szünetben is épülhetnek a gyerekek. Ezek a felvételek pedig már a második napon a Szekszárd melletti Sötétvölgyben készültek. A gyerekek előbb egy túrán vettek részt, majd a Magyar Madártani Egyesület tagjai által szervezett program várt rájuk, mielőtt birtokba vették a játszóteret. Itt voltunk a játszótéren, akkor itt játszottunk, aztán megjött a Sanyi bácsi, és akkor vele körbe mentünk a tavat, meg adott társcsöveket, amivel itt tudtunk nézelődni. Aztán visszajöttünk, ebédeltünk, aztán utána, meg most is, hát most ebéd után vagyunk, így játszunk, és hát körülbelül ennyi. Volt tücsökfogás is, ha jól tudom. Mit csináltatok még Sanyi bácsival? Hát néztünk kocsát, meg madarakat. Szerintem ez az Among Us-os fogó volt itt a mászókán a legjobb. Ez az Among Us, ez nekem ez volt a legjobb. Meg amikor a természetről beszéltünk, és itt körbe mentünk a tavon. Amit először említettél, az micsoda? Az olyan, hogy valaki a gyilkos, és a többiek ilyen ártatlanok, akik egy űrhajón vannak, és az űrhajót kezelik, meg minden. És akkor a gyilkos megöl valakit, és lehet így emergency meeting, amikor szavazunk, hogy ki lehet az. És hogyha ő egy ártatlan, akkor kiesik úgy a játékba, és az imposztor, akkor még tovább játszik. De hogyha kiszavazzuk, akkor megnyerték az ártatlanok. De hogyha úgy maradt, hogy imposztor és egy ártatlan, akkor az imposztor nyert. És egyszer nyertem. Hát, nekem is ezek. Voltak a legjobban. Igen. A
A gyerekek tehát a fantasztikus kalandok során igazán elfáradtak a keddi napon. Jó hír, hogy idén még egy tábort szerveznek a Kulturális Központ munkatársai, ahova még lehet jelentkezni. Augusztusban lesz 8-tól 12-ig egy varázsasztal elnevezésű tábor. Itt egy picit inkább a kézügyességre és a kreatív alkotásra fogékony gyermekek szoktak jelentkezni, de természetesen nagy szeretettel várunk mindenkit, 7 és 12 év közötti gyermekekre számítunk. Van mindig egy alaplétszám, egy 10 fő, ami fölött indítjuk ezeket a táborokat. Ez már megvan, de még vannak azért szabad helyeink, úgyhogy bátran biztatom a szexádi szülőket és a érdekes programokra vágyó gyerekeket, hogy augusztus 8 és 12 között egy nagyon szép hetet, hétfőtől péntekig eltölthetnek a kollégáim szervezésébe itt a Babits Mihály Kulturális Központban. A szekszárdi Agóra moziban július 25 és 31-e között karbantartási munkálatokat végeznek, a Babits Mihály Kulturális Központ és a Plac Ifjúsági Közösségi Tér pedig július 18 és 31-e között lesz zárva. Augusztusban azonban számos érdekes programmal jelentkezik újra az intézmény. Augusztus 3-án a Bárka Művészeti Szalon új kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők, 5-én pedig Vörös Szerelem címmel tart sanzonestet a Jászai Mari díjas Gregor Bernadett a Szekszárdi Kulturális Intézményben. Az online jegyvásárlás a 2 hetes zárvatartás alatt is üzemel. 4. alkalommal várta a zenekedvelőket a Komoly Zenei Koncert Pakson. A szombatesti programon Pitti Katalin és Berkes János operaénekes valósággal ámulatba ejtette a közönséget. Verssel, valamint a Schiller nótakör dalcsokorral köszöntötte szombaton délben Pitti Katalint, a Liszt Ferenc díjas operaénekes a 4. Komoly Zenei Koncert sztár fellépőjeként érkezett Paksra. Az érdemes és kiváló művészt Szántó Zoltán virágcsokorral üdvözölte. Paks alpolgármestere szerint a találkozó és a koncert kiemelt helyen szerepel a város kulturális életében. Fontos, hogy legyen lehetősége a paksiaknak is ismerkedni minél többféle műfajjal, és minél több élményt szerezni. Én azt gondolom, hogy a változatosság az önmagában is egy szép dolog, és sohasem kell tartanunk attól, hogy kipróbáljunk valami olyat, ami számunkra új, vagy kevésbé ismert. A köszöntést követően Pitti Katalin hintóra szállt és városnézésre indult. A művésznő, ahogy fogalmazott, remek élményekkel gazdagodott. A lovak gyönyörűek, mind a 4 gyönyörű volt, és nagyon értett a kocsis a lovakhoz. Nagyon jól tudtunk közlekedni a városban. Gyönyörűek az utcák, tiszták, rendezettek, ki vannak kövezve. A Makovesz szemplomnál megálltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy be is tudtunk menni. Szeretettel emlékezhettem Makovesz Imrére, akivel többször léptem fel közös helyeken, és ő nem volt akárki, ezt mindannyian tudjuk, csak tisztelettel emlékezhetünk ő rá. Koncerten a művésznő duettet is énekelt Berkes Jánossal. Pitti Katalin szerint régóta kiváló az összhang kettejük között. Jánossal mindig sokat énekeltünk, sok darabban együtt, és koncerteken is sokszor. Mindig a legnagyobb együtt érzéssel, és jó lelkületű együttműködéssel vagyunk, mert János mindig egy kicsit lazább, és jókedélyű, és ő is mondjuk azt jelenti, vidámat is énekeljünk, már mindig a bánatosat énekeljük, de hát ilyeneket írtak, hogy a mi szerep
szerepeink java az mind ilyen. Alig van egy kezem sok, ahogy már említettem, amiben nem kellett valamilyen módon meghalni a végig, darab végére, hanem happy, öröm a vége, vagy annak a reménye van benne. A bánatból, a fájdalomból lehet igazán nagy dolgokat alkotni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!